képviselői beszámolók a testületi ülések fontosabb napirendjeiről, döntéseiről. A következő percekben a május 19-i testületi ülés képviselői beszámolóit láthatják. Az egyik mai képviselőtestületi napirend József Attila lakótelepi nagy játszótérnek a rekonstrukcióját, fejlesztését tartalmazza. Ez az előterjesztés egyéb iránt tartalmaz múltbéli ígéreteket, amiket most meg fogunk valósítani. Tartalmaz rekonstrukciós munkálatokat, tehát olyan felújításokat, amik ugyancsak szükségesek ahhoz, hogy a játszótér még inkább kiszolgálja az odalátogatók igényét, valamint tartalmaz egy olyan elemet is, ami viszont én azt gondolom, hogy abszolút a jövőbe mutató, és Ferencvárosban hiánypótló szerepet tölt be. Ez a mini Kressz Park, adott esetben közlekedési szakemberekkel gyerekeket is lehet majd ott oktatni minél kisebb korban a helyes közlekedésre. Kiemelkedően fontosnak tartom azt, hogy a József Attila lakótelepi nagy játszóteret is kerítéssel védjük. Ezt a kerítést már nagyon régóta szerették volna az ott élők, ezt nyilván az ott élőknek az igényei szerint is készítettük ezt az előterjesztést, valamint egy kis pluszt is szerettünk volna hozzáadni. Közös előterjesztést képviselőtársammal nyújtottunk be, amely arról szólt, hogy a József Attila lakótelep nagy játszó tér megújítása, és új elemként jelenne meg egy mini Kressz Park, ugye a gyerekek részére. Tettünk a korábbiakban is egy javaslatot a meglévő játszótereknek a feltérképezésére, állapot felmérésére, és a jövőbeni felújításukra és fejlesztésére. Legalább két költségvetési évet is fog érinteni ez a beruházás. Mondhatnom azt, hogy kiemelt beruházás. Nem véletlenül a költségvetési sorunkon már ennek az első összege az már szerepel, és nem véletlen az, hogy a szakbizottságok és a képviselőtestület egyhangulag elfogadta ezt a kezdeményezést. A képviselőtestület ülés elején a 2015 éves zárszámadásról szavaztunk és fogadta el a testület. Nem akarok erről hosszasan beszélni, a gazdálkodásnak ezek a száraz számai talán nem annyira érdeklik a tévénézőket, de azt azért el kell mondanom, hogy egy feszes költségvetéssel dolgoztunk az egész tavalyi évben, és szükségünk is van arra, hogy ezt az idén is tartsuk, és ebből tudjunk építkezni. A legnagyobb célunk, és ez is napirenden volt, a tömbrehabilitációnak egyfajta folytatása. A Balázs Béla utca 26AB, 28AB eladásáról döntött most a testület. Azért fontos ez, mert az építőipari területen most egy olyan kereslet indult el, amit úgymond meg tud lovagolni az önkormányzat, és olyan épületeknek a felújítását is el tudjuk kezdeni, ahol már saját pénzünk már nem lenne az épületek felújítására, de a házak kiürítésével, az ott lakók méltó elhelyezésével és az épületek lebontásával lehetőségünk nyílik ennek az értékesítésére, és ezeken a területeken új építésű házak keletkeznek. Azért is fontos ez, mert a családi otthonteremtési programban is új építésű házakra pályázhatnak az ott pályázók, és tehát az a reményünk, vagy az elképzelésünk, hogy olyan kisgyerekes családok kerülhetnek a kerületbe ezekbe az új építésű házakba, akik majd egyfajta frissességet, megújulást hoznak a kerületbe, és hát természetesen egyfajta szociális megújulás is jár ezzel a programmal. A mai testület ülésen a polgármester úrnak feltettem egy kérdést, miszerint az Albert Florian útján folyamatosan parkolnak román rendszámú gépjárművek, az arról leszálló emberek kisebb-nagyobb dolgaikat oda végzik, szemetelnek, időnként elfoglalják a bicikli utat, végigállnak a buszok. Régebben volt egy parkoló, egy buszparkoló, ahol lehetett nekik parkolni, de nem vették nagyon igénybe, ugyanúgy az utcán álltak, és ugyanúgy folytatták a koszolást. Ez előbb-utóbb népegészségügyi problémákat is felhozhat, hogyha oda végzik el a dolgukat, mivel WC hiányába. Ezen az utcaszakaszon nincsen parkoló óra, ezért felvetettem azt a lehetőséget, hogy esetleg úgy lehetne megakadályozni ezt az állapotot, hogy rakjunk oda is egy parkoló övezetet.
Bízom benne, hogy ez a helyzet megoldódik, már csak az ott lakók érdekében is, mert sokan jelezték azt, hogy a Kosz és a Piszok mellett azért valami félelemérzet is van bennük, mert hogy olyan emberek mászkálnak ott. És a másik, amit nem szabad elfelejteni itt Ferencvárosban, hogy ez Albert Flórián nevéhez nem méltó, amilyen körülmények ott vannak.